Szép estét kívánok minden kedves nézőnknek és hallgatónknak, köszöntünk mindenkit, és persze különösen előadónkat, Bhakti Pál Goszvámit, aki ma is megtisztel minket a jelenlétével, és ma is értékes tudást fog nekünk adni. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetésünket, azt hiszem úgy szokták mondani, hogy közérdekű információkkal egy néhány percet kérnék. Néhány nap van csak hátra már, ugye, ha jól tudom, 20. a határidő, hogy az adó 1%-áról rendelkezzen, aki esetleg még eddig nem tette volna meg. Egy kiváló célt tudok erre ajánlani. Ugye 2x1%-ról lehet rendelkezni, egyrészt az egyházak részére ajánlható, másrészt pedig a civil szervezetek részére ajánlható. Itt látható a technikai szám és az adószám. Ha valaki eddig még nem tette volna meg, ezt nagyon tudom ajánlani. A következő fontos információ, hogy ugye közeledik a nyár, bár most egy kicsit hűvösebb az idő, és aki még nem döntötte, hogy hova szeretne menni nyaralni, vagy már van elképzelése, de még nem egészen konkrét, nekik nagyon tudjuk ajánlani a kincskeresés jegyében zajló Vega tábort, ahol nem titok, Bhakti Pál Goszvám is részt fog venni, egy csodálatos természeti táj, nagyon jó programok, mindenki számára ajánljuk, június 16-tól 23-áig fog ezt tartani, minden évben nagyon jól sikerült eddig, biztos, hogy idén is nagyon jó lesz. Aztán még azt is megemlíteném, és utána már nem fogok többet beszélni egy darabig, hogy azok, akik esetleg szeretnék támogatni ezt a csatornát, ezt a missziót, őnekik van egy e-mail cím, amin kapcsolatba tudnak velünk lépni, ez a bhagavatam.goszvami@gmail.com, de akik a YouTube-on követnek minket ott, a kommentek közt a Superchatnél, vagy pedig a csatlakozás gomb megnyomásával tudnak esetleg adományozni, segíteni, hogyha értékelik és tetszik ezt, amit csinál Bhakti Pál Goszvami. No, és akkor most már rátérhetünk a témánkra. Azt hiszem, hogy ez egy különleges dolog, hogy mint egy nőtlen, sőt lemondott, rendbe lépett szerzetes párkapcsolati témákról is ad tanácsot. Mi ennek a védikus hagyománya és oka? Hát több dolog van. Egyik, hogy az ember születik és rendelkezik igényekkel, amit szeretne átélni, tapasztalatokat. Ez az egyik, az a, hogy szeretne megtapasztalni, hogy mit jelent egy család, gyerek, szeretni, szeretve lenni. Másik, hogy magasabb egy kicsit dolog, ez a, mikor valakik akarnak lelkileg fejlődni és elérni lelki élményeket, ők pedig egymásnak akarnak segíteni, mert nem mindig könnyű egyedül, és a védikus szemszögből pont az van, hogy a család azért van, hogy a férj segítsen feleségnek lelkileg, feleség segítsen férjnek lelkileg, és nemes gyerekeket hozzanak létre, amelyik hasznosak lesznek a társadalomnak, ez az első. Nem rablók, meg terroristák, hogy mások mindent tudjuk, milyen lehetnének a gyerekből, hanem gyerek, aki ad. Ez az egyik, és megint lelki, hogy a gyerek kapja lelki élményeket szüleiktől, és boldog legyen, és egy szent ember végül legyen. Így röviden így mondanék. Köszönöm szépen. Maradnék ennél a témakörnél. Miért nem megy ez olyan könnyen? Miért nem megy magától, hogy harmonikus párkapcsolati, és aztán pedig gyermekes, családos viszonyokat építsünk föl? Hiszen ugye szokták mondani, hogy ez a legtermészetesebb dolog a világon. Akkor mégis, hogy lehet ezt elrontani? Hát azért nem megy, mert nem vagyunk állatok. Állatoknak az megy, látod. Könnyű, de embernek minden kell tanulni, minden kell tudni, hogy kell. Hát nézzük meg, most egyre kevesebb, akik összeházasodnak, egyre kevesebb, akik
hosszú távon kapcsolatban maradnak, hanem pont mivel állatoknak az csak az ösztönök vannak, ott nincsen érzelem. Itt a probléma, hogy az ember, hogyha állati világot követi, akkor érzelmileg nem lesz elégedett, nem lesz boldog. De ahhoz, hogy ez történjen, ahhoz kell oktatás. Most, hogyha mi megnézzünk iskolába, meg fősőbb oktatási intézményekbe, amit tanítanak, minden jó dolgokra, szakmákra, hogy hogy kell, tudom, gazdagság, kertészet, sok minden, de kapcsolatokra, ami minden nap, mert az, ami most oktatási intézményekben tanítják, az gyakorlatilag nem más, mint csak egy eszköz. De a mi embernek nem az élete. Ez csak az eszköz, hogy fenntartsam magamat, de az élete ez a család, gyerekek, minden. Ez nincs. És hát, hogyha nincsen, akkor hogy lesz ebből a család? Régebben hagyományokból adtak át szájról szájra a családi tudást. Apjuk tanították a fiúkat, anyuk a lányukat. Szóval volt oktatva, volt tanítva tradicionálisan. Úgyhogy most ez családban majdnem kihalt, iskolában elfelejtették, hogy családban már nincs, vagy bármilyen oktatási intézmény is nulla. És akkor, hogyha nekem, én nem tudom, hogy mi alapján keresem egy párt, én nem tudom, én milyen legyek, hogyha akarok egy jó kapcsolatot, akkor elsősorban nekem kell valamilyennek lenni, és ezt kell tudni, mert én fogok bevonzani. Például, hogyha a lány nagyon könnyen elérhető férfiak számára, és ő gondol, hogy ez jó, ez lesz majd boldogság a kapcsolatomban. Nem, mert férfiaknak nem kell ilyen lány, amelyeket mindenki eléri. És akkor milyen legyen? És akkor nagyon sok elv, sok kifejezés, ami fontos a kapcsolatban, ez már nem is egy érték. Szóval nem beszélnek róla, mint például erényesség. Lehet, hogyha most valaki fog beszélni erényességről, akkor ki fognak nevetni. Viszont mindenki erényest keres. Nem? Igen. Mindenki akarja, hogy a férjem legyen erényes, a feleségem legyen erényes, ezt keresünk, de amikor másoktól halljunk, akkor kimondásba azt nem merünk kimondani, mert kinevetjünk egymást, milyen butaság, mert most élni kell, most szabadság van. De ez a szabadság, úgy nevezed, ez kifosztogatja embert egy békességtől. Mert békesség akkor történik, amikor van erényesség. Mert amikor mindenki mindenkivel mindenhova megy, mindent csinál, akkor se a férj nem lesz békés, se a feleség nem lesz békés, sok konfliktus lesz, és a gyerek se lesz nevelve, mert nem látja példát. Szóval ez a probléma, hogy nem állatok vagyunk, ahogy kérdeztél, és kell nekünk tudás, és kell tudni, oké, mi alapján, mi vagyok én, ki lesz gyerek, és mi alapján keresek egy jó párt. Szóval ez a válasz. Köszönöm. Mielőtt még megnézzük, hogy mik azok a paraméterek, ami alapján egy jó párt lehet keresni, lehet, hogy érdemes megnézni, hogy mik az alapvető pszichikai különbségek mondjuk a férfiak és a nők között. Pszichikai különbségek. Igen. Hát a külső tulajdonságokat nagyjából már látjuk. Jó. Tehát, hogy kérjünk a
nézőnket, hogy írjátok kommentbe, hogy jól megy a videó és az audio, vagy a hang, jó? Hogy tudjuk mi is vissza nézni és javítgatni közben, hogy, mert tudjátok, van olyan, amikor, na most megy a hang, itt látok, csak nektek mit érkezik, milyen hang érkezik hozzátok, mert valamikor valami történik. Akkor még egyszer kérdés. Tehát, hogy mik az alapvető pszichikai különbségek a férfiak és a nők között? Hát igen, ez is egy komoly dolog, mert tudod, most már mindenki, hogy mondják, unisex, ez így igen. És akkor írják, hogy gyerekről ne érjünk kisfiú vagy kislány. Először úgy kezdődött, hogy iskolában ne érjünk anya-apa, hanem írjunk. Ez gyereknek milyen egészség? Amikor nem kérdeznek tőled, akar bárki. Ki az apukát, ki az anyukát, hanem ki a szülőt, ki a szülő kettő. Szóval, nem, amikor ezt kitalál az ember, nem gondol arról, hogy ez gyereknek van alapvető szükségletei, ami meg kell kapni ahhoz, hogy legyen egészséges pszichika. Ez mert nem kapja meg. Mert nekem nem apa, hanem anyám van, hanem szülője, szülőket. Ez most mint hogyha tudod, épület egy, épület kettő, úgy szokták csinálni, nem? Nevezni. Akkor az épület egybe ez fog történni, épület kettőbe az, épület háromba az. Utána ez az első, amit kezdődött, most már megy az, hogy ne érjünk, hogy fiú vagy lány, majd ő 18 éves korban el fog dönteni. De nem jó, mert a pszichikai, egészséges pszichikai szemszögből az már születés óta ott van a különbség. Nem lehet, hogy én eldöntöm, vagy fiú, vagy lány vagyok, amikor már pszichikailag már el van döntve, mert én már itt születtem egy adattal, egy forgatókönyvvel, egy tudattípussal, elmetípussal. Valamikor fordítva mennek a dolgok, ami az azt jelenti, hogy hát igen, hogy már nem egészséges tudat a születek, de mivel már van különbség, és a különbség, amit kérdezel, amikor valaki már születik így, és ezt a probléma az, hogy mindjárt mondom, mi a különbség, csak még vezetek hozzá, amikor valaki fiú testbe született, valaki lány testbe született, a szülőknek és a oktatóknak iskolába ő feladat megerősíteni, nem megzavarni. Nem kell, nem, ez egy probléma, most megzavarják. Nem kell megzavarni, meg kell erősíteni. Ez a kötelesség mindenkinek. Aztán 18 éves korban más dönt, fiú vagy lány leszek, az már oké. Meg lesznek ilyenek, de egészségeseket ne zavarjunk be ezzel. Mert ez nem egy egészséges, tudjunk, ez egy karma probléma, amikor valaki egyik testben születik, de másiknak gondolja magát és érzi. Nem egy jó dolog. Nem ítéljünk, ez fontos, mi nem ítéljünk, mert bárki tud Isten szolga lenni, és így is, úgy is egyik se túl egészséges állapot, hogy mi azonosítjuk magunkat testtel, és nekünk ettől az azonosságtól is meg kell szabadulni egyáltalán a testitől, hanem a lelki azonosság legyen. És lehet, hogy valaki most férfi test, és akkor valamikor lelki testbe kiderül, hogy most férfi vagy nő, és voltunk férfiak, nők, minden már testünk volt, de jelen pillanatban jobb mindig foglalkozni, ami jelen testünk van, és ez meg támogatni kell, nem zavart okozni. Mi a különbség?
Ez a különbség a következő, hogy hát kezdjünk egy ilyen kicsit távoli szemszögből. Az, hogy a férfiaknak általában működik vagy intelligencia, vagy érzelmek, vagy elme. A nőknek egyszerre kettő működik. És az azt jelenti, hogy mivel, hát ott lehet látni is, hogyha mivel intelligencia és érzelmek egyszer működik a nőknek, ez befolyásolja például, hogy ők hogyan tudnak levezetni a feszültséget. A nő akkor vezet le a feszültséget, hogyha beszél. Ő megy, ő dolgozik, mondjuk munkahelyen, utána hazajön, és akkor elkezd beszélni. Mert neki erre van igénye. Beszélsz, és akkor meg van hallgatva, akkor fel van dolgozva a feszültség, és akkor így működni fog a további órákban. Viszont a férfiak, nekik intelligenciával fel kell dolgozni, nem a emóciót, ami fel van töltve a nő, és akkor ezt ki kell beszélni. A férfiaknak például jobban működik, hogyha ők belül feldolgoznak, ezért ők hazajönnek, ők leülnek egyedül, vagy elmennek lacsolni kertet. Szoktál lacsolni kertet? Hát igen. Jó érzel magát akkor, nem? Persze. Akkor kicsit egyedül vagy. Összerakod a gondolatait. Így van. Igen, és ez így működik. Szóval ez az egyik a különbség. A másik különbség, mivel érzelmek a nőknek és a intelligencia, analitika, így is lehet mondani, egyben működnek, ezért például az érzelmek miatt egy nő nem tud, nem érzi magát biztonságban. Mert annyira változik a hangulat egy pillanat alatt, és mondjuk, hogy naponta ezerszer, lehet, hogy pillanatnyilag ezerszer változik a hangulat a nőknek, másik most, hogy nem érzi magát biztonságban. Nem érzi magát megvédve. A következő szó, biztonság, védelem, és ugyanakkor igény van biztonságra, védelemre, külsőleg. Külső biztonság legyen, külső védelem legyen. És a döntések nehezen, mert megint analitikusan azt gondolja, hogy kellene így csinálni, érzelmek, hát akkor ez most ez lesz, az lesz, inkább így, és akkor érzelmének más. És nem tud dönteni, ugye sokszor nők mondják, figyelj, segíts már, most mi legyen. Ez egy normális dolog, nem is kell, hogy ő döntsön. Na most a férfiak pedig máshogyan gondolják, ők nekik fontos, hogy kapjanak azt a szabadságot, hogy ők döntsenek. Akkor igény van, ugye a férfit férfiasan viselkedjen, inspirálja erre a nő. Amikor a nő férfi közelébe kerül, akkor férfi kezd érezni itt, hú, meg akarok védeni. Akarok gondoskodni róla. Adni biztonságot. Ez normális, csak ez most el van nyomva a férfiakban. Ez kell segíteni. De ez természetesen igen, de most, amikor a propaganda össze-vissza le van építve teljesen, semmi nincsen, különbség senki, nincs is olyan, hogy férfi legyen férfi, nő legyen nő, ilyen nincsen, akkor ez lehet, hogy valahogy ébredne, akkor szerencsés az a férfi, akiben ez működik. De általában, de ez nincsen hangsúlyozva, az nincsen kiemelve, ezért, hogy ébred, aztán lehet, hogy kell használni, vagy nem kell, aztán látjuk a világ nekem, mást prédikál, akkor azt csinálok. Szóval ez egy probléma. Szóval ezek a különbségek, hogy férfi szeret dönteni,
igény van neki, igény van gondoskodni valakiért, mint menedéket adni, úgy gondoskodni, adni menedéket, adni védelmet, biztonságot. Nő akarja, aki adja biztonságot és menedéket és védelmet, őt gondoskodni. Nagyon szeret ezt csinálni. Igen. És akkor hát ezek a egyelőre így. Köszönöm szépen. És mi az a tulajdonság, amit nekem keresnem kell, vagy hát nem nekem, én már túl vagyok ezen, amit általában az embereknek keresnie kell az ellenkező nemű partnerben, ami alapján lehet látni, hogy na igen, ő lesz a megfelelő személy. Hát például nézzük, hogyha valaki, egy lány szeretne boldog lenni, mert minden lánynak van igénye, vágya, hogy legyen boldog család. Ez lehet, hogy erősebben van vágya nőknek, mint férfiaknak. Sokkal erősebb. És ezért hát úgy lehet. Hát első legfontosabb ez az erényesség, hogy legyen a lánynak. Mert az oké, hogy ő fog keresni, mindjárt fogok mondani, milyen tulajdonságok alapján lehet keresni egy férfit, de akkor is fogok vonzani azokat, amilyenek mi vagyunk. Nagyon fontos. És az alap, ez az erényesség. És az elégedettség. Azzal, ami van, az a kettő, a többi majd kicsit később. És általában, hogy mennyire őszinte a fiú. Mert általában a férfiak tudnak mesélni, hogy milyen hősek. Legyőztem fél hadsereget Jugoszláviába, vagy ukrán háború, vagy valahol, és ezt csináltam, és olyan vagyok, és ilyen vagyok. Akkor például, hogyha valahol találkoznak, hogy valami van közös munkájuk, hogy valami, hogyha mondjuk késik. Ez már rossz jel. Felelőtlen. Egy férfi nem késhet. Punktuális, pontos kell, hogy legyen. Akkor kontrollál-e az érzékeket? Önfegyelmez. Szóval nincsen, ez azt jelenti, intelligencia aktív. Ugye nem kontrollál, hogy panaszkodik. Nagyon sokszor, jaj, most éhes vagyok, most fáradt, most fázok. Néha a férfiak jobban panaszkodnak, mint a nők. Most fáj. Egy férfi egy hős kell, hogy legyen. A férfi ne panasz, nem, nincs jog panaszkodni. És ez lánynak kell nézni. Panaszkodik, akkor na, vagy siránkozik. Ez összelehet, hogy ugyanolyan érzelmek aktívak, mint nőnek, és azt fog érezni, amikor, hogyha férjhez megy egy ilyen fiúhoz, akkor nagyon fog szenvedni, mert azt fog gondolni, hogy saját magához férjhez ment. Mert még akartam egy védelmet, egy biztonságot, de itt egy ugyanolyan lány, még egy nő van nekem férj helyett. Igen. És fegyelmezen az érzékeket. Az a férfi, aki nem tud fegyelmezni érzékeket, nem tud jó boldogságot adni a családnak, hanem csak ki fog használni az egész családját. Jó? Köszönöm. Az érzékek fegyelmezésére arra hallhatunk egy példát, nem tudom én, megkínálnak valakit süteménnyel, és akkor ő csak egy szeletet vesz, vagy ennél valami komolyabb dolog? Érzékek fegyelmezése, ez azt jelenti, hogy csak nézem, hogy szabályozva van. Fegyelmezése. Például, igen, nem, csak egy nagyon egyszerű dolgot. Az, hogy mondjuk nők nasolhatnak, ők többször naponta ehetnek.
férfiak nem nasolhatnak. Ők csak bizonyos időben kell kontrollálni az evést. Reggelizik, hogyha valaki háromszor eszik, de akkor a bizonyos időben nem össze-vissza, mikor így pont most érzelmileg vagyok, gondolok, hogy most egyek egy milyen példát, akkor, akkor nemi szervek legyenek kontroll alatt. Az azt jelenti, hogy nem keresem más nőket a feleségen kívül. Igen. Ilyesmi. Hát ez a kettő, az már elég. Az evés, a nemi kontroll, az most az a legerősebb dolog. Hogyha nincs kontroll, akkor legjobban gyengíti. Igen, hát talán még esetleg az evés mellett az ivás, ami egy hát elég súlyos társadalmi probléma. Jön itt az alkoholivás. Ja, hát ezeket nem is beszéljünk, hogy mentes legyen a rossz szokásoktól, az a legjobb, hogy nincs, nem fogyaszt alkoholt, kábító, mámorítószer, cigaretta. Ez lenne az, ez az alap. Most fiatalokkal, ha beszélünk, sajnos az a, az a normális, ami nem normális. Nehéz nekik, mert aki normális próbál lenni, azokat szinte kiközösítik. Igen, de ezért kell oktatás, ezért kell tanulni, oktatni, tanítani fiatalokat, hogy visszaállítson, ami nem normális, az legyen nem normális, ami normális, az legyen normális. Igen. Köszönöm szépen. Most megbeszéltük, ugye, hogy mik azok a kívánatos tulajdonságok, amiket keresni kell. De még csak azt beszéltük, hogy a fiúban mit keresel, a lány? Így van, így van. Akkor még keresünk beszélni. A másik oldal, fordítva, így van. A fiú a lányba. És megint a férfiaknak, ahogy mondtam, lány erényes. Férfi, aki keresi a lányt, akkor ő kell, hogy legyen nagyon felelős. Mert ez is jó feleséget fog vonzani. Felelős és érzi kontroll, akkor, mert tudod, mielőtt mindjárt mondom ezeket, vannak ilyen kérdések, mondják, hogy hát jó, jó, én szívesen férjhez megyek, vagy fiú mondja, én nagyon már régóta szeretnék megházasodni, keresem feleséget, de a nő mondja, de nincsen igazi férfi. A férfiak mondják, nincsen igazi nő. Hol találjak? Kérdeznek mindkettő. A válasz az, hogyha akarsz találni igazi férfit, vagy te férfi akarsz találni igazi nőt, akkor a nő, aki keres igazi férfit, először tanulja meg, hogy mit jelent igazi nő. Mert csak egy igazi nő találja igazi férfit. És hogy igazi férfi, és hogy egy férfi akarja találni igazi nőt, akkor tanulja meg, mit jelent, hogy igazi férfi. Legyen igazi férfi, mert csak igazi férfi fog találni igazi nőt. És ezt kell tanulni. Most ezt se oktatják, ezt se tanítják, hogy mi az igazi férfi, mi az igazi nő. Ezeket nem tanítják minket. Na most akkor a tulajdonságok, amelyik alapján lehet keresni a nőket, hogy, hát igen, ahogy mondtam, hogy erényes, az is férfi fontos, hogy keresen, ne vicceljen másik férfiakkal, és tiszteljen a férfit, az a férfi, aki keresi, a fiú, vagy ő, ez a lány, ő tiszteljen őt. Tiszteljen, és bízzon a szavaikba. Mert hogyha nem, akkor utána megházasodnak, akkor így lesz, mert csak fog hallani egy lánytól, hogy milyen megint hülyeséget beszél, azt mert minden, és ez fog a konfliktusokat okozni a kapcsolatokban. Szóval, igen, utána van még pár tulajdonság, ami fontos,
hogy legyen elégedett, ami van. Mert most sokszor meglátott már nincsen már bizalom, és amikor házasodnak a férj, feleség, fiú, lányhoz, akkor szerződést kötnek. Amikor elválnak, 10 fillért kapsz. Mert igen, ilyen nem volt. Nem is volt szükségre. Nem volt rá szükség. Miért? Mert mi most sokszor azért is van, hogy megházasodnak, és utána, hogyha nem volt szerződés egyik mástól, hogyha mondjuk a férfi, gazdag férfihez házasodott, vagy gazdag lányhoz házasodott, akkor utána kijátszanak, hogy az egész vagyonát elvisznek tőle. De fontos, hogy a nőknek egy fontos tulajdonság, amit gyerek korában oktatták, hogy legyen elégedett azzal, ami van. Akkor lesz bizalom. Szóval ez is egy olyan fontos a tulajdonság, ami kell. Tiszteljen, akkor erényes legyen, tiszteljen, nem kell, ne vicceljen más férfiakkal. Ez olyan, nem tudom ezt a szót magyarul, mikor van ilyen kis meg akar tetszeni. Ő csak akarja megtetszeni saját férjnek. Egy feleség. Nem kell akarni tetszeni más férfiaknak. Tudod, most úgy van, hogy majd ezt erről, majd kicsit késő az elvekről, de előre így futva, hogy amikor otthon vannak, akkor a feleség ilyen otthonkában van. Nagymama ilyen már kifakult a köpönybe, vagy nem tudom miben. És amikor mennek máshova, programra, hol vannak más férfiak, na akkor kisminkeli magát. Tudod, Indiában mai napig van egy ilyen tradíció, hogy amikor, hogyha a nő, egy házas nő öltözik keresztül, meg lehet érteni, férj otthon van, vagy elutazott. Hogyha a nő nagyon szépen kíván van sminkelve, arany, ékszerek vannak rajta, csodálatosabb, gyönyörű, szép száriba van öltözve, az azt jelenti, hogy otthon van a férj. Amikor a nő nincsen kisminkelve, nincs rajta arany, egyszerű száriba van öltözve, az azt jelenti, hogy férj elutazott. Nálam néha fordítva van. Ez nem megfelelő. Öltözön a saját férjének. Tetszeni akarjon férjének. Köszönöm szépen. Mennyire fontosak a külsőségek? Mennyire jogos elvárás egy férfi részéről, hogy legyen csinos vagy szép a lány, és mennyire jogos elvárás ez egy lány részéről a férfi irányába. Azért kérdezem ezt, mert úgy tűnik, hogy most sokkal nagyobb hangsúlya van ennek, mint régebben. Hát igen, de csak a külső, ezért vannak sok fájdalmak. Mindkettő csalódik, hogy a külsőségre csak nézi, de belül rohad, mert az élni kell érzelmekkel egymás közötti. De hogyha nagyon szép egyik fél, mind a kettő, de nincsen megfelelő természetük, nem érettárs tulajdonságok szerint, akkor csak szenvedni fognak egymástól nagyon súlyosan. A szépség nem fog elengedni egymástól, mert az az alap. Tudod, de ahogy mondják, van egy ilyen mondás indiai, hogy amikor a szamár nőstény eltávol, a szamár hím akar megközelíteni a nőstényt, és ő mindig rugdassa hátsó lábával, de szamár nem tud elszaladni, mindig újra és újra próbálkozik, mindig csak rugdasságot fog tapasztalni. Szóval ez egy nagyon nagy hiba,
hogy csak a... Nem probléma, hogy van igény, hogy legyen szép. Ez nem probléma. De amikor ez a fő dolog, és nincsen tartalma, akkor nagyon-nagyon sok probléma fog történni. És a probléma, hogy a családi, az nagyon túl közel a karma. Az sokkal mélyebb, hogyha most valaki barátok kap, vagy barátnőtől kap valami fájdalmas dolgot, az oké, okay. Túl lehet élni. De mikor férfi, férfitől vagy feleségtől, sokkal mélyebben sebesül a szívét. Ezért ritka van, amikor házasodnak a szépség, külsőség miatt, vagy a pénz miatt, és még a természet is jó. Ez ritka. És egyre ritkább. Ezért inkább ne legyen túl szép, mondjuk így, de legyen szép a lelke. Az fontosabb, a lelke. A szépsége sokkal fontosabb, akkor ember boldog lesz, elégedett lesz, és tud fejlődni lelkileg. Így csak hát nagyon komoly problémák lehetnek, én már láttam. Csak egyet mondom, most tudom, mondjak-e, nem rólam van szó. De hát sokszor ismerünk, amikor mondjuk a férfiak öngyilkosok lesznek, nők miatt. Én ismerem. Ja, szóval a külső, ez hiba. Jó, nagyon idevág. Szerelem. Mi a védák álláspontja a szerelemről? Ugye most itt a nyugati költészet, irodalom, festészet ezt nagyon-nagyon dicsőíti, hogy ez egy nagyon fánkölt dolog. A védák miképp vélekednek erről? Hát mit jelent a szerelem? Az hormonok. Ezek a hormonok, ami utána megnyugszanak. Ez a pont, amikor csak a külső. Nem a belső, ez ugyanaz a kérdés igazából. És ezért ez, mivel ez nem öröki, vagy nem tart sokáig, utána, amikor egy kicsikét hormonok csillapodnak, ami fognak csillapodni, amikor ki lesznek elégedve, akkor csillapodni, akkor emberek kezdenek realizálni, hogy Úristen, mi ez a boszorkány, vagy ki ez a szörnyetek velem, mint a természet szerint. Valamikor hormonok miatt még nem is szépek. Lehet, hogy a hormon miatt, de nem szép lány, vagy nem szép fiú, ott még rosszabb. Ez nem... Ezért a védikus rendszerbe, és mi is úgy oktatjunk, hogy ne ez alapján legyen kapcsolatépítés, mert annak semmi tartalma nincs. És csak rövid távra valami történik, de hosszú távra csak rontani fog. Egyre rosszabb. Ezért, mikor tudod, valaki elutazott, egy amerikai elutazott Indiába, és akkor ott látta, hogy mondták, itt van ez a lány, volt esküvő, és akkor 12 évesen odaadták férjhez, persze akkor még külön laknak, de amikor utána mindegy, együtt, amikor összeköltöznek a férjével, akkor nézitek, egy egész életben együtt vannak, és akkor ő látta, hogy hihetetlen, hogy nincs válasz, majdnem nincs válasz. Hát 99%, 95 nem válnak el. Kérdezte egy indiai idősebb szemét, azt mondja, az úgy történik, hogy nálatok nem is a szeretet miatt, úgymond szerelem miatt házasodnak össze. Hogy lehet így összeházasodni, akit nem szeretek? Nálunk senki erre nem bírna egy ilyet. Nálunk nyugati világban mindenki ahhoz házasodik, akit szeret.
de mégis elválnak. És nálatok Indiában nem válnak el. És pont a válasz az volt, hogy pont a hormonok. És azt mondta, igen, nagyon rövid válasz volt, ti ahhoz, azokhoz házasodjátok, akiket szerettek, nálunk pedig, akihez házasodunk, őket szeretjük. Érted? Igen. Ez a különbség. Komoly bölcsesség. Úgy tudom ugyanakkor, hogy mindemellett, hogy ugye voltak elrendezett házasságok, ugye főleg a régebbi időben, ugye Indiában, azért bizonyos tudományos módszereket is segítségül vettek, és talán vesznek is még a párok összeillőségének a megállapításáról, hallhatunk egy kicsit? Igen. Sok van, hát van az asztrológia. Asztrológia nagyon jól tud mutatni a kompatibilitást. Hát, itt tudod, van valamikor, hallom a személyek, a nyugati ember, de akkor asztrológia. De nem csak asztrológia kell, megint kell ahhoz, hogy legyen jó férjed, akkor legyen jó nő, legyen jó feleséged, legyen jó férfi. Szóval asztrológia nem tud mi tudásodat helyettesíteni. Ezért kell tanulni. Tanulni, hogy mit jelent, mikor férj vagyok, akkor mit jelent. Feleség vagyok, mit jelent, hogy feleség vagyok. Ezeket kell tanulni. Asztrológia csak megmutatja, hogy a karma a szemszögből, a tudat természete szemszögből kompatibilisek-e vagyunk egymáshoz, hogy fogunk tudni együtt működni, érteni egymást, és így tovább. De ez nem oldja meg az egész házassági folyamatot. Az csak egy kis ámenet ad hozzá. Mm-hmm. Ezért jó így. Asztrológia nélkül például a Krisna hívőknek is, hát nem, hogy nem ajánljuk, hogy minden Krisna hívőnek természetes, hogy mielőtt indul egy kapcsolat, akkor egy asztrológiailag kompatibilitást megnéznek, és utána mondja nekik asztrológus, oké, ennyi százalék a kompatibilitást, javasolt kapcsolat, vagy nem javasolt. És akkor ők utána döntenek. Valamikor például, tudod, amikor jó tudatban vannak, akkor, hogyha kevés százalék kompatibilitás, még akkor is nagyon jó az a házasság. Hogyha nincsen ez a tudás, oktatás, és a jó kompatibilitás, még akkor se tud működni jó a házasság. Nagyon-nagyon sok ilyen példát lehet látni. Igen. Köszönöm szépen. Meg azt hiszem, hogy régebben még ugye nagyobb jelentősége volt annak, hogy az idősebb hozzátartozók, jó akarók tanácsa igazából, hogy valaki nem a saját feje után kellett, hogy menjen fiatalon, hogy igen, ki lesz a jó pár, hanem volt, akik ebbe segítettek. Igen, pont a hormonok. Pont a hormonok. Volt egy régen pár, hát egy 3-4 éve is egy ilyen szituáció, volt egy hölgy, egy lány, aki elkezdte egy próba kapcsolatot egy fiúval, és idősekkel látták, hogy ez nem az a... Nem, ott nem kellett asztrológiát, lehetett látni, hogy nagyon nem kompatibilis, nagyon más a tudatszint. Csak a hormonok elindultak. És ezért kell idősek. Kell tisztelni időseket. Most az a probléma, hogy most nincsen ez a tisztelet. És látom mi is, mert volt, mikor idősek lánynak mondták, hogy nem lesz jó, nem lesz jó. Tehát nem tisztelte, nem követte, nem vette figyelembe, ezért nagyon sok fájdalmat át kellett élni, nagyon sok problémát kapott, és akkor is nem működött, abba kellett adni ezt a kapcsolatot. Ezért hogy tisztelni idősebbeket, jogos, hogy már tudod, már mondom, mit lehetne érni kommentekbe,
Jó, de hát ilyeneket, akik ilyen idősek, így viselkednek, természetesen kell tisztelni, nem kell követni, nem kell nem muszáj lenni közeli kapcsolatban, de tisztelni még akkor is kell, de természetesen fontos, hogy az idősebbek is legyek méltók rá, a tiszteletre. Ez fontos, de ez két oldalú. És ezért, hát mikor lesz idősebb tiszteletre méltó, hogyha ő megfelelő életet él, tanul az életben, bölcsebbül válik, akkor ő tiszteletre méltó lesz. Hogyha semmi nem tanul az életből, akkor is kell tisztelni, de nem biztos, hogy ő tud hasznos tanácsokkal segíteni. Ez a nálunk nyugati kultúrában ez egy nagyon nagy probléma. Nincs ez a tisztelet, és nincs rá igény. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Esetleg egy néhány praktikus tanácsot azt hallhatnánk-e, hogyha már valaki benne van egy kapcsolatban, akkor azt hogyan tudja úgy működtetni, hogy ez ne egymásnak sérüléseket okozzon, hanem egy építő jellegű viszony legyen. Szerintem jó, és utána majd mondom még egy pár fontos dolgot. Igen, szóval hát egyik nagyon, mondjuk van egy ilyen fontos, hogy kezdjünk a szüleikkel, szülővel. Például a lánynak az anyósát tisztelni kell. Tisztelni kell és hálát kifejezni mindig, hogy ő adta nekem férnek a saját fiát. Fiúnak viszont nem szabad, mert nagyon sokszor van, amikor már annyira anyán függ a fiú, és az anyja csinálja, fiúnak az anyukája csinálja ezt a konkurenciót a mennyével. Itt a fiúnak le kell vállalni egy kicsit az anya szoknyára. Mert már a családja már nem az anya. Kell gondoskodni, kell szeretni az anyukát. Az mindig. Csak ez az anya szeretet néha egy kicsit folytani kezd. És akkor kell egy kicsit segíteni anyukának, hogy hol a tere, mi a tere a szeretetnek. Szóval ez az egyik. Akkor a lánynak kell tisztelni. Itt általában a fiú és a lánynak a szülei, általában ott normálisabb a kapcsolat. Itt inkább ez. Fiúnak az anyukája. És nagyon fontos tisztelni. Akkor például a férfiaknak nem, vagy mind a kettő irányba lehet, amikor panaszkodnak egymásról, másoknak. Nem szabad. Hogyha van valami, akkor nem szabad panaszkodni, egy lány nem panaszkod, nem szabad, hogy panaszkodjon barátunknak a saját férfire, férjére. Nem szabad csinálni. Nem szabad összehasonlítani. Vagy a fiú, ahogy mondtam, ahhoz, hogy segítsen lánynak, hogy tiszteljen az anyukáját, akkor sose hasonlítson a lány az anyukája. Hogy hát anyukám ez így jobban azért főzte. Ez előfordul egy ilyen, nem szabad. Te főn, te vagy a legjobban főz. Akkor a fiúknak nem jó összehasonlítani, vagy a lányoknak a férjét. Például megy valami műsorra, TV-be, YouTube-on, és akkor mondja, na igen, ez egy jó kiállás, jó képű ez a férfi. Te se vagy rossz, ez nem szabad csinálni. Mert miért? Mert az én férjem a legjobb férfi a világon. Ugyanúgy a férfia. Az én feleségem a legjobb nő a világban. Ő a legjobbak. Igen, szóval vannak ezek, aztán lehet még egy párt mondani.
Hát tudod, van, ha sokszor olyan, amikor kapcsolatokat is próbálnak, mikor már nem az első kapcsolat, és akkor mondanak, hát az előző kapcsolatban így volt, meg úgy volt, az se kell. Nem Sose egészséges. kell, sose kell említeni előző kapcsolatokat. Ez nem jó, nem egészséges, nem építi kapcsolatot. Akkor kifejezni szeretetet nagyon fontos azzal, hogy például a férj őket kötelessége, hogy ajándékozzon a feleségét. Arannyal, ruhával, és így tovább. Nem gumicsónakkal, ami majd ő elmegy vele horgászni, mert valamikor olyan is tudnak úgy ajándékozni a feleségüket, ami utána ők fognak használni. Nem. És általában nem is. Általában igen, a jó, amikor férfi elmegy feleségével, és ő veszi neki ruhát. Akkor a másik oldalról a feleség, ott pedig a főzés. A feleség eszik, nem, megfőzte a lakomát, és akkor a sarokba ül a férj, nem eszik, és akkor mondja, de ez ilyen finom. Nem eszel? Te kis buta, ilyen finomságot. Hát igen, mert azt főzött, amit ő szeret. Nem a... Ő, hát pedig gondoskodok rólad. Meddig ezt csinálsz velem? Én itt főzök egész nap neked, sose eszel, amit főzök neked. De igazából magának főzött. A felesége főzön azt, ami szerető férje. Nem, ami feleség szeret. Szóval ez is egy ilyen fontos dolog. Akkor igen. Hát jó, hát ennyi. Köszönöm szépen. Egy érdekes dolog, ugye, hogy említette, hogy a szeretet kifejezés, hogy ez az ajándék, vagy a főzés. De szavainkkal hogyan fejezhetjük ki azt, hogy szeretjük a párunkat, vagy szükség van-e erre igazából? A védikus bölcsesség. Ez most nagyon fontos megjegyezni. Bölcsesség. Azt mondják. Figyeljétek. Írjátok kommentbe, hogyha ez most megzavarja benneteket, stressz, depressziót fog okozni. Azon a panaszkodjátok a kommentekbe. Hogyha megerősíti a képzelést, írjátok a kommentekbe. Aki azt mondja, hogy szeretlek, az nem szeret. Az nem szeret. Nem mondhatod. Az, hogy szeretlek, nem mondhatod. Szeretet, mert ez nem szeretet. Ez szerelem. Amikor mondom szeretlek, az azt jelenti, hogy nekem kell valami tőled. És azért mondom, hogy kapjak tőled valamit. Mert szeretet adni. És a szeretet, ez kifinomultság. A szerelem, ez egy durva dolog, az csak a alsó csakrák működése. Amikor a szív működik, ez a szeretet. Ez azt jelenti, hogy én a te viselkedésből észreveszek, hogy szeretsz. Ott a törődés, ez a gondoskodás és a többi, az maga a nyelv a szeretetnek. És ebből lehet látni. És az, aki kérdezi, hogy szeret, az azt jelenti, hogy ő nem szeret. Mert önző, csak akarja hallani, szeretlek. Nem szeret. Miért? Mert ha szeretett volna, akkor szívcsakra nyitott. Akkor érezte volna tőle, hogy ő szeret engem. Hogyha kérdez valaki, hogy szeretsz, már nem szeretsz, ez azt jelenti, hogy ő nem szeret. Nincs nyitva a szívcsakra. A szeretet, ez az érzés. Nem csak érzelem,
hanem érzek másikat. És akit én szeretem, akkor én fogok érezni, hogy szeret engem, vagy nem. Nem kell mondani. Nem jó, nem egészséges. Nem jó mondani. Nem jó kérdezni. És tudod, valahogy a fiatalabb koromban nekem, amikor volt egy barátnőm, és nem tudom, múlt élet valahol, de nekem kimondani, hogy szeretlek, az valahogy össze kell törni az magamat. Ennek nem volt természetes. Ez egy furcsa volt nekem mindig. Csak mindenhol ezt mondták, és mondják meg minden, akkor valahogy át kellett lépni saját magukon. Mert fordítva oktatás megy, fordítva tanítják, minden fordítva van ebben a világban. De nem mondjuk. Egészségesebb, a bölcsesebb. Hanem úgy éljünk, hogy ember érezzen és lássa a szemesünk. Szeretjük. Ez nagyon érdekes, és nem is létezhet olyan szituáció vagy helyzet, amikor valakinek például ez megnyugtató, hogy biztosítani róla, hogy jó, amit csinálsz, én szeretlek. Hát most igen, most ez nyugtató, biztató, mert mi tompák vagyunk. Szeretetre. Mert nekünk nem a szeretet kell most, hanem hogy mondjanak. Mert akinek van szükség van szeretetre, az lát. Igen. Kíváncsi vagyok, megnézzük kommentekben, mik szerintem vannak. Hamarosan beindulnak. De nyugodtan írjátok, nem probléma, lehet más vélemény, tiszteletben tartunk. Ez a védikus vélemény, nem szoktak mondani. Köszönöm. Na most ugye, ha az ember csinál valamit, teszem azt, fölássa a kertjét, annak van egy célja. Ő ott valamit el szeretne érni. Hogyha elmegy a boltba, annak is van egy célja. Hogyha meg akar házasodni, milyen célt kell kitűznie maga elé? Azt, ami nem tanítják sehol, az a cél. Olyan célt kell kitűzni maga elé, mikor házasodsz, ami nem tudsz megtanulni sehol iskolába, egyetemen, főiskolán, sehol. Ez a cél. És mi az? Ja. Mivel mi Nat evaham jatuna sam nat vam namin janadipa na chayvana bavishyama sarve vayama tahpara. Sose volt olyan idő, hogy nem léteztünk, se te, se én, se minden nézünk. Sose lesz olyan idő, hogy meg fogunk szűnni létezni. Mivel mi parashakti vagyunk. Mi ebben a világban a magasabb rendű lelki energia vagyunk. Mi lelkek. És a léleknek a természete, ez, ami most nekünk van anyagi természetünk, amikor születünk, ez egy, úgy hívják, hogy svabhava, ez azt jelenti, hogy ideiglenes, és nem tudjunk boldogok lenni tökéletesen, még akkor is, hogyha nagyon szeretjünk. Ebben a világban az, annak lesz úgyis vége. Már csak ezért, hogyha én tényleg tudok szeretni egy feleséget, akkor gyerekemet, annak vége lesz. És egy intelligens ember ez érti, és nem akarja újra és újra átélni ezt a fájdalmat. És védikus írások azt mondják, igen, mert te vagy Sat Chit Ananda, te vagy Sat, te öröki vagy, érzelmi Chit, érzelmi és lelki tudással rendelkező időlény, mint lélek vagy, és Ananda, ez a szeretet, a lelki szeretet, amit benne van. Benned van, de elaludt. És a család, ez egy igényünk megint, hogy legyen igényünk ebben a világban átélni élményeket, de ez úgy kell átélni, hogy ez
segítsen nekem felébreszteni lelki szeretetet. Ez nem jobban eltévedni a világba, és ezért, amikor mi tudod, tanuljunk ezeket a kapcsolatokat, próbáljunk egészséges férfivá válni, egészséges nő, míg a pszichikailag gondolom, nem testileg, és a kapcsolat legyen egészséges, ezzel mi a pszichikánkat a rendbe hozni próbáljunk. Mit jelent a rendbe hozni? Mert a lelki Isten irányi szeretetről, ami a célja, az csak azt tud, aki teljesen egészséges érzelmileg. Például az egészséges ember nem tud megsértődni. Ezek, hogy én meg tudok sértődni, vagy én elvárok a párjamtól, vagy én kihasználom a páromat, vagy én éleskedek a páromnál, párom hátán, kiabálok vele, meg ilyeneket, ez mutatja, nem vagyok egészséges. Ezért kell tanulni, kultiválni jó tulajdonságokat, ami, mint a mankók, elkezdenek fogni a tudatot, és egészségesé tesznek. Akkor, és ez az legközeli kapcsolat, legmély kapcsolat, ez a család, és ott ezt tudok nagyon jól javítani, hogy kvalifikált, mindjárt mondom magyarul, képesített legyek, hogy felébredjen Isten irányi szeretete. Ez a cél. Másféleképpen nem működik. Egy példát mondom, az a férfi, aki kiabál a feleségre, az nem egészséges. Férfi nem baj, hogyha tud lenni nyers néha, egy kicsit így nyersen mond dolgokat, az jó, az nem baj. Az néha jó is, mert akkor feleség lát, ó, milyen jó határozat, akkor meg vagyok védve, az nem baj. De kiabál, nem kiabálhat. Vagy mondja szavakat, hogy most egy csúnya szót mondok, hülye vagy. Egy egészséges férfi nem tud, ezeket nem mondhat. Akkor hogyan lehet beszélni szeretetről, mikor ilyeneket mondasz? Aki szeret, az azt jelenti egészséges, és nem fog ilyet mondani. Ezért ezeket kell tanulni, ezeket nem lehet mondani. Akkor mi az, ami feleség nem mondhatja a férjnek? Ugye? Ezek mind benne vannak, és ez minden nagyon jó, és ezért kell tanulni. Mi családot, mi nem, hogy megházasodtunk, na akkor most itt tudod, hogy összecsapta minket a szél, vagy a hullámok a diszkóba, itt ott, és megházasodtunk, most ideális lesz család. Nem, ez nem fog működni. Na kell legyen a célja. Célja a lelki Isten irányi szeretet. És mi együtt gyakoroljunk. Először rendbe hozunk a pszichikánkat. A nő tanul, mit jelent igazi nő lenni, mit jelent igazi feleség lenni, mit jelent igazi anya lenni, a férfi ezeket tanul, szerepeket, ezzel ők gyógyítják a pszichikákat, és ott képesítenek magukat szeretetre, és fognak érezni, minél jobb nő lesz, mint feleség is, minél jobb férfinek lesz, férfi lesz is, és férj, annál harmonikusan, automatikusan a kapcsolatok. Akkor ezt a finom kis kapcsolatot, az hihetetlen pici ilyen kis hullámok vannak benne, amit csak ízlelni lehet, tudod? Ez annál ízletesebb lesz a kapcsolatok. A gyerekekkel minden. Annál egészségesebb a pszichika, annál ez jobb lesz, annál képesítetek lesznek Isten iránti lelki szeretetre. És ez nem is így kell csinálni, nem egymáson gyakorolni, hanem kell, hogy legyen családban. Nem, ez még nem lesz, nem fog tökéletesen működni így, hogyha nincsen lelki gyakorlatok. Nem rég, a decemberben Srila Sivaráma Szvámi Marás is, mikor beszélt, a kapcsolatokról nagyon érdekes dolgot mondod, hogy ne próbáld közvetlenül szeretni. Közvetlen
szeretet nem működik. Közvetlenül nem tudsz férj szeretni feleségét, közvetlenül feleség férjét nem tud szeretni, hanem csak közvetlen működik. Ez a természetünk, Isten keresztül. Ezért az a kapcsolat közöttük akkor van, mikor van egyénileg, még együtt lehet csinálni, de akkor is egyénileg épül, kapcsolat Istennel. Rá kell irányítani a szeretetük, és hogy mikor ráirányítják a szeretetük, akkor lesz egy igazi szeretet kapcsolat a férj és feleség között. Ez igazából a titok, ez így fog működni, hogyha ez így gyakorolnak. Köszönöm szépen. Egy kicsit divatos szóval élve lehet, hogy off topic, azaz nem ideillő, de szerintem mégis az. Mi van azokkal, akik nem találnak maguknak megfelelő párt, olyanok a körülményük, vagy nem akarnak párt találni, ők hogyan lehetnek boldogok? Tudod, túl, hogy mondjunk, tudod, mi ez a blur, angol szó? Nem pontosan. Homályos. Homályos. A kérdés. Mert miért homályos? Mert annyi ok lehet. Miért? Tudod, valaki nem találja, mert nem akar, valaki akar, nem találja, valaki nagyon akar, és nem találja. Szóval ez erre többféle képen lehet válaszolni. Aki nem akarja, nem probléma, akkor legyen szerzetes. Valami misszionárius. Az jó. De jobb így, mert aki nem akarja, de lovagolni akarja a nőkön, vagy a nő a férfiakon, az nem egészséges, az rossz karmát csinál magának. Hogyha nem akarja, mert lelki útnak akarja misszionárusnak szállni magát, hogyha valaki néz itt a fiatalok minket, és ki akarja próbálni, például az is jó. Na, ez egy érdekes dolog. Tényleg ez most, amit tudod, régen volt ilyen katonaság, meg ilyen dolgok, most ezek nincsenek. Én ajánlom minden férfi és nőnek, vagy fiú és lánynak, aki már 18 évesek, mielőtt akartok házasodni, az a legjobb, hogy kapjátok egy lelki képzést. Egy év, két év, három év. Például nekünk van ilyen Krisna Völgyben program, ilyen fiataloknak, hogy lehet jönni, lehet csak egy pár hónapot, két hónapot átmenni egy ilyen Bakta program képzést, ami ott van, és nagyon sok fog változni, nagyon sokat hozzáad, vagy maradni utána egy évig, három évig egy képzésen, ahol a pont, ami alap, az az Isten szeretetet alapozunk. És ez az egyik, és utána lehet maradni, lehet visszaköltözni, és folytatni a családi életet, vagy elkezdeni családi életet. Szóval tudjunk ezt így javasolni, és mi volt a második, amit kérdeztél? Hogyha valakinek nem sikerül valamilyen nem sikerül, igen. Fogva. Igen. És aki nem sikerül, az maradjon messianárisnak. Krisna völgyben lehet. Ez azok, akik nem akarnak házasodni, de akkor ajánlott nekik valami misszionárius élet, az egy jó dolog. Aztán vannak, tudjátok, akiknek akarják, de nincs karmában. Attól függ, milyen mély, valamikor valaki elkezdi lelki életet gyakorolni, hitelesen, ez nem csak, hogy én kitalálom, akkor lelki gyakorlat, mi tudjunk, karmát tisztít. És valakiknek fog tisztítani, annyi elég lesz. Valakin elég csak imádkozni fog, és már megváltozik a dolog, lesz kapcsolat. Valakinek kicsit mélyebb a karma,
akkor még imádkozás már nem segít. Van olyan. Akkor ott kell lelki gyakorlat. Akkor azoknak is ajánlom, ezt a misszionárius egy évre, hogy csináljanak lelki gyakorlatokat, égessenek, tisztítsanak a karmát, van lehet, hogy 3 év, attól függ, milyen mély, utána mehetnek újra keresni a párt, és azt meg tud változni a helyzet. Igen. Aztán valakinek olyan a karma, hogy csak sok mély év, nem 3 év nem kell elég, több mély év gyakorlatra van szükség, hogy ez változom. Igen, itt a karmának a mélysége sokat-sokat befolyásolja. Igen. Hát, és valakinek el kell fogadni. Az majd idővel úgyis kiderül, mint a betegségek, tudjátok, születünk olyan betegséggel, ami rögtön gyógyul meg, magától elmúlik. Ez azt jelenti, valakinek mondjuk van egy karma időszak. Nos, következő 5 évre nem lesz kapcsolat. Utána csak magától, ups, és akkor ugyanúgy valaki megbetegedett, ups, meggyógyult. Utána valakinek kell már beavatkozás, külsősek. Külső, imádkozni. Az már mélyebb a karma. Ez nem csak idővel elmúlik. És akkor még mélyebb, akkor mikor lelki gyakorlat kell. Jó? Bocsánat, akkor úgy látszik, hogy erre a pártalanul maradságra is igaz az, amit Srila Prabhupád mond, hogy anyagi problémákat, anyagi megoldásokkal nem lehet kezelni, csak lelkivel. Próbálkozni lehet. Igen, jó. Mert tudod, a lelki törvények, a gyakorlatok univerzálisak. Az, tudod, nekünk van több igény. Ez egy normális dolog. Testi egészség, szükségünk, hogy legyen, érzelmileg, ez azt jelenti, kapcsolatok, család, intellektuális, valamilyen bölcs tudás, bölcsesség, intellektuális, és lelki. És képzeld el, hogy a lelki gyakorlatok adnak neked lelki elégedettséget, legmagasabb szintű bölcsességet, ami csak létezik, ami, hogy legjobban elégedett leszel intellektuálisan, igen, analitikusan akár, ahogy akarsz, ugyanazt mondjuk, és adnak ezt a kifinomultságot, és érzelmileg kifinomult ízleléseket tapasztaljál, és természetesen test, aki lelki életet gyakorol, akkor a test maximálisan jó állapotban lesz. Krisnásokat sokszor kérdeznek, hogy hány éves vagy, és mikor mondanak, hogy hány éves, akkor leesik az álla, hogy várja, várja. Azt hittem, hogy csak 15 éves vagy. Igen. Rendben, köszönöm szépen. Lehet, hogy még lesz, amire visszatérünk, de nézzük meg, hogy elég szépen érkeztek kommentek, kérdések. Nézzük. Jó. Van egy ilyen, hogy a Bhagavad Gita 3x3 rész című előadásban hallottam a tisztulási folyamatról. Az áldozat által megtisztul az ember élete. Mikor eszi a megtisztult ételt, bocsánat. Ez 3.13, igen. Igen, akkor tisztul a léte. Amikor tisztul a léte, akkor erősebb lesz a memória. Akinek jó memóriája, annak erős az intelligenciája, és az ilyen ember már képes érdeklődni az élet értelméről. És akkor a kérdés itt jön. Azt nem értem, hogy amíg az ember nem érdeklődik az élet értelméről, addig nem fog áldozatot se végezni, hiszen nem tud róla, hogy van áldozat, és jó lenne csinálni. Nem fog enni megtisztult ételt, vagyis mintha fordítva lenne. Én sok-sok éve foglalkozom Krisna tudattal, de a memóriám sajnos nem javult egyáltalán, pedig lenne mit. Jó, jó kérdés. Úgy működik, hogy amikor valaki
mondjuk keresni, keresi Istent, mielőtt eszik áldozatra, áldozat ételt. Ez azt jelenti, hogy felajánlott Istennek ételt. Hogy ő keresi, de ő még nem tud emlékezni Istenről, csak keresni a megoldást, ki Isten, de megőrző emlékezés, ez egy igazi emlékezés Istenről, ez egy nagyon magas, eléggé, mondjuk itt nem az első lépcsőfokon történik. Ahhoz az szilárdul, sűrűsödik, de igazi emlékezés fog történni, hogyha most a bhakti nyelven mondjuk, az anartan nivriti után, nista, az stabil, hogy mondják még magyarul? Stabil? Csak stabil? Nista szint? Stabil szint? Nem valami más. Mi mást is mondanak? Rendhitetetlen, stabil. Igen. Szóval valaki, aki megtisztult karmának nagy részétől, az tud emlékezni Istenre. És ehhez kell enni szent ételt. Ez a áldozatra hozó ételt. Szóval, amikor ember keresi, még nem emlékszik, keres. És utána hallja baktáktól, hogy igen, ahhoz, hogy tudjál fejlődni, akkor egy-egy ilyen lelki ételt. Na most, ahogy kérdezél, ki volt a neve? Nem, mindig mondjál a nevét, ki kérdezi. Dombi Tünde Kata. Tünde. Úgy tudom, hogy mindig az első név. Ja, hát türelmes kell lenni, Tünde. Lehet, hogy mi sok évet gyakoroljunk, de hát még kell, hogy legyen avatásunk, meg oda kell elérjünk. Legyen megfelelő mennyiség gyakorlat napi szinten, és így tovább, szóval menjünk addig. Aztán vannak karmánk, és van, amikor ideális, igen, hogy valaki fejlődik, és eléri az, hogy mindig emlékszik, és belép meditációba, az még, még sűrűbb, mélyebb emlékezet. De valakinek van karma korlátok, hogy életen küzd, de minimum minden megtesz. Ez az. A lelki tanítómester, a ravatás, vannak, ami Srila Prabhupát ezerszer leírja a könyveibe, hogy mi az a minimum, amit meg kell tartsunk ezeket a feltételeket, hogy felébredjen az emlékezet. És mikor valaki ezt a minimumot megtartja, és nem emlékezik, mert annyira rossz a karmája. Nem baj, mert Isten látja az erőfeszítést, és halál pillanatban majd ő emlékszik rá. Gunagrahi Janardana. Isten, meg vannak. Mi szerencsétlenek vagyunk ebben a Kali Jógában, ebben a korban, és mi nem tudjuk sok mindent megcsinálni rendesen, de tegyük meg mindent, mert Isten látja, igen, ő agyilag, ti kimondjátok milyen, nem mondom ki, ő ilyen, de ő mindent megtette, amit tud, és én nem tudok ezt figyelem kívül venni, és halál pillanatban jövök érte. Jó, szóval ne aggódjunk, de minimumot, de igazából nem jó, én rosszat mondom neked, nagyon rossz tanácsadó vagyok, hogy mondom neked minimum, tedd meg, nem, tedd meg maximumot, kezdj a minimummal. Ez azt jelenti, hogy avatás, tudod, 16 kör, és így tovább, és így tovább. De legyen ez a cél magas. De nem kell aggódni, hogy már tudok emlékezni, nem tudok emlékezni. A mi dolgunk, jagyarta karmanonyatra. Hogy cselekedjünk, tegyünk a maximumot, tegyen magas cél, Krisna legyen velünk elégedett. Aztán majd, ami jönnének kell, az fog jönni. Ne aggódjunk, ne aggódjunk. Ne aggódjunk. Szintén neki volt egy másik kérdése, hogy... Aha. Ugyanaz a kérdés kétszer, igen, ugyanez a kérdés valamiért kétszer jelent meg. Mert fontos. Igen. Oké, aztán Orsinak is van egy kérdése,
és egy kommentje, ők a férjével 15 év alatt egyszer sem mondták egymásnak, hogy szeretlek, nem volt erre szükség. 15 éve együtt vannak, 7 éve házasságban, van egy csodálatos 5 éves fiúk, és mindig érezték az egymás iránti szeretetet és tiszteletet. Gratulálok! Ideális kapcsolat. Ennyi volt? Ezek voltak a Facebookon, és most megnézem, hogy a YouTube-on mi újság. Ott is szoktak nagyon jó kérdések lenni. Csak egy kis türelem, mert a YouTube először el akar kápráztatni néhány reklámmal. Akarja, hogy vedd meg valamit. Igen. Öntöző rendszer. Biztos azért, mert pont a locsolásról be. Tényleg, azt ajánlottam, hogy mi csak ezt beszéltünk veled, de egy, valamikor pár órával ezelőtt, és már öntöző rendszer kell neked. Igen, igen. Érdekes, érdekes. Jó, ránézem, mint a YouTube-ra, jó, mert látom, hogy a telefonon nem olyan nem olyan gyors. Itt van, nézd csak. Ó, igen. Miért van az, hogy valaki... Nevet. Igen, Zoltán, hogy miért van az, hogy valaki félig alkoholista családba születik, ahol az apa alkoholista agresszív, míg az anya nem iszik, és szeretettel fordul gyermekeihez. Ez egy érdekes karma. Miért ez? Na most ez a miért, hogy a van gyerek. Igen. Sajnos, amikor mi bántunk valakit életünkben, akkor ez negatív energia, amit mi kibocsátjuk magunkból, az nem tűnik el. Az energia megmaradás. És ez az érzelmi energia, az nagyon erős. Utána elindul az univerzumba, mert például, hogyha én már megbántom a én gyermekemet, vagy a feleségemet és gyerekát éljen, ezután ők átadnak tovább. A feleség előbb-utóbb, ez következő életben előbb-utóbb fog továbbadni ezt az energiát. Szóval ez nem fog csak ott leégni, hogyha nem szent lelki, mint ott volt a Jézus Krisztus, aki őt bántott, ő nem adta tovább. De általában az tovább fog adni, és a gyerek is fog adni, és mi csak ez elindul, amit mi elindítottunk, megerősödik, és visszajön hozzánk. Következő életben, mikor mi születünk, akkor mi olyan csomó karmával fogunk születni, hogy nekünk át kell élni, vagy azt a szeretetet, amit adtunk, és az csak továbbadták. Feleség, fér, és a gyerek, gyerekek, vagy gyerek, és az elment univerzum megerősödik, és visszajön, és jut akkor talán én nekem olyan karma csomagom lesz, hogy én meg kell, hogy szülesek olyan családba, ahol a szüleim, vagy csak a apám, vagy csak a anyám, vagy mind ketten, eszköz lesz annak, amit meg kell kapjak, azt a szeretetet. És hogyha negatív energiát indítottam el, akkor következő életben én születek, megint olyan családban, olyan karmacsomaggal, ahol olyan szülőeszköz lesz, a negatív, és akkor ott lesz, vagy a alkoholista az apukám, verni fogom az anyukámat, vagy mind ketten, vagy apukám jó, anyukám prostituált, a minden kombináció, ami van, ez az előző élet. És nekünk, hogyha mi benne vagyunk, kell tanulni, nem, általában trauma történik a gyerekben. Miért? Mert nincsen bölcs senki, aki tanítsa meg, hogy kell megemészteni ezt a dolgot. Trauma lesz. Minden férfi bolond, minden nő prostituált, vagy mit tudom én, ezzel a traumával fel fog nőni. De nem, hanem kell tanítani, oktatni a gyereket, hogyha már ő kapta ezt a karmát, hogy igen, az apja mindig apja, anyja mindig anyja, kell hálás lenni, már csak hogy születtünk, lehet, hogy nem követjünk a rossz példát, és tanuljunk, hogy mikor én te leszel felnőtt, te ne legyél ilyen. Ez az egyik, ezt tanulj el, és utána tanítsunk, hogy igen, van karma. És mi
kaptunk egy visszahatást. És most tanuljuk meg, most látjunk, amit kaptunk, ez mutatja, hogy nem tudtunk, hogy kell viselkedni előző életbe. Akkor mostani életben ne kövessünk el még egyszer ezt a hibát, hogy következő születéskor megint szülessek, és megint ugyanarra gerebére lépjek rá, és megint a szüleim szenvedést okozhatnak. Ezért tanuljuk meg, hogy hogy kell élni, hogy következő születésemkor a lelki szentek legyenek a szüleim, mert ez a legjobb. Mert ezért például, ahogy Srila Prabhupád vagy Jézus Krisztus, ők születték olyan családban, ahol szentek voltak a szüleik. És ők megadták isteni szeretet. Rögtön. Jó? Köszönjük szépen. Szintén Zoltánnak a kérdése. Milyen felnőtt lesz abból a gyerekből, aki még 6 évesen is gyerekkocsiban ül, a szájában még cumi, de a kezében már a legújabb okostelefon van. Hát, nézzük meg, milyen gyerek lesz, milyen felnőtt lesz ebből a gyerekből. A cumi, nem tudod, valamikor régen, 5 éves korig, valamikor 6 éves korig szoptatták anyák a gyerekeket, fiúkat, lányokat. Na és ne, ez nem probléma. Aztán cumi, igen, nem tudom erről cumiról mit mondani, de nem is tudom, hogy volt-e cumi védékos korban, erről nem tudom sajnos, majd utána kell járni. De az, hogy anya tej, az jó, minden tovább ad, az jó. És hát tudod, az okostelefon, hogy most már nem tudjunk elkerülni. Szóval legyünk mi is egy kicsit reális világban, hogyha van szülő, aki nagyon jó és erős kitartó, és tudja meg elkerülni a gyerek játszóján a tablettel vagy okostelefonnal, az nagyon jó. De hogyha nem tudnak elkerülni valamik miatt, akkor legalább legyen szabályozó. Itt kettő probléma ebből adódik, hogyha a szülők le akarnak rázni gyereket, az helyett, mert tudod, mikor már van gyerek családban, akkor ő a fő projekt. Akkor nem lehet semmi fontosabb. Nem szabad lerázni, hogyha már megszültél gyereket, ez mind a kettő férfi, anya, apa, akkor minden szeretetet meg kell adni neki. Sokszor le akarnak rázni a gyereket arra, hogy már saját magukkal akarnak foglalkozni, és akkor a gyerek kezébe gépet nyomják, és akkor milyen lesz gyerek. Ugyanakkor megint fontos, megint mondom, hogy realisták legyünk, hogy a sokszor, amikor panelházban laktuk, az nagyon nehéz megoldani, hogy tudjanak dolgokat is csinálni a szülők, de a gyerek is kapjon szeretetet. De sokszor gyerek ott van, és itt is, és nem tudsz haladni semmit vele megcsinálni. Ez egy probléma. Régen mindenhol, nem csak védikus rendszerben, Magyarországon is, amikor nagy családokban éltek, nem a városokban, hanem a falvakban éltek, és volt egymás házak, és akkor ott volt a apok, nagymama, egyik nagymama, nagyapa, másik nagyama, nagypapa, nagybátya, nagynéni, idősebb testvérek, és ez így, nem voltak óvodák semmi, hanem a gyerek mindig valahol volt. És hogyha igen, apja, anya kellett valamivel elintézni, ahol tényleg most nem tudták adni figyelmet a gyereket, akkor addig valamelyik nagyapa, nagymamánál voltak, nagybátyánál, nagynénénél. Én még emlékszem az én gyerekkoromra. Nem volt kütyű, én emlékszem. Ott van nekem a magyar nagyapa Magyarországon volt, vele nem tudtunk kapcsolatban lenni, de orosz nagymama, nagyapa, magyar nagymama, nagynénin, anyukámnak a húgója, valamikor nála voltam,
És akkor úgy nagyon jó volt. Valamikor nagymamáimnál, az oroszoknál voltam, valamikor magyar nagymamámnál voltam, és valamikor nagy nővéremmel voltam. És sosem voltam mint egyedül, vagy valami kütyű, vagy valami. És akkor én mindig kaptam szeretettet, tudod? Én ezt az élmény, hogy én gyerekkoromban nekem nem úgy panaszkodni, én hálás vagyok, vagy akkor nem voltak kütyük. Én tényleg, én nagymamámtól egyik, másik, nagyapa imádták engem, nővérem nagyon szeretett engem, nagynéném, anyukám, apám. És meg volt oldva, amikor ők mentek valahova. Esküvőre vagy szülinapjára, ahol engem nem kellett vinni. Akkor nem volt probléma, akkor nagymam egyik nagymamának, másik, itt, ott, valahova ment nővérem, jó kirándulni, de vitte engem. Igen. Ez így jó. Hogyha tudja megoldani ezt a kütyű ne legyen, hogyha már nem tudjunk, megint még egyszer hangsúlyozom, elnézést, hogy pár dolgot többször mondom, de ez nem a, lehet, hogy modern grammatikában ez hibát jelenti, de védikus korban, védikus kultúrában az azt jelenti, hogyha valami többször van ismételve, ez csak hangsúlyozva van, hogy ez rendkívül fontos, hogyha már adjunk kütyűt, akkor korlátozunk az időt. Valamikor rá van szokva a gyerek, ő már kér, de akkor is mondja, oké, fél óra. És ez nagyon fontos. Ne kapcsoljunk ki a gyerek. És mi is tanuljuk meg foglalkozni a gyerekünkkel. Mert sokszor inkább lerázom a kütyűvel, és akkor én ülöm, mert dolgomat csinálom, nézem haszontalan dolgokat a tévében, YouTube-ban. Ez régen nem volt. Gyerekekkel foglalkoztak, foglalkozom a gyerekkel. Ezért szültem a gyereket. Akkor legyen egészséges, adjak szeretetet, ne okozzunk, mert ez egy felelősségünk nekünk, hogy akkor legyen egy traumával gyerek, aki nem kapta szeretetet, mint kütyüktől kapjon. Kütyüktől nem kap szeretetet sose. Nem lehet pótolni, főleg 5 éves alatt. 5 éves alatt az még rosszabb. Ott csak az, ott csak szeretni kell a gyereket. Mert 5 éves korig születéstől a gyerek, mint a szivacs, szívja magába ezt a szeretetet, ami utána egész életében felnőtt kortól tud adni. Nem kapott semmi, sose fog mit adni. És ezért ilyen szerencsétlen lesz, hogy engem nem szeret senki, azt fog gondolni, akkor mindig lesz az önző, irigy másokra, mert nem kapta azt, ami jár. És ezt se oktatják. Persze mi most a pár kapcsolatról beszélünk, kicsit eltértünk gyereknevelésre, de nem megyek tovább egyelőre. Jó. Én közben a comét lenyomoztam. Na. Nem volt a védikus kultúrában. Még meg is van indokva, hogy mai napig is Indiában nem annyira népszerű. Egyrészt, mert egy szenvedély iránti rabságot alakít ki. Másrészt tisztátalan, mert ugye szájból ki, szájba be, földre le, szájba be. Harmadrészt pedig ugye ez azt a célt szolgálja sok esetben, hogy csöndbe maradjon a gyerek. És az indiai anyák, igen, hogy náluk nem ez az elf, hogy csöndbe maradjon. És a negyedik pedig, hogy van beépített cumi, az új, na, meg rongy, hogy ezeket használták, hogy rákcsáltak ilyen rongyot, ilyesmit, anyukája száriát. Tudod, nekem a unokatestvérem, aki Szentpéterváron él, ő öcsém, szóval ő fiatalabb nálam. Én emlékszem, amikor jött hozzánk Szentpéter Leningrádba, mikor feküdt aludni, akkor tényleg. És tudod, hogy csinálta, fogta a lepe, nem a, a húzatnak a anyagát ide, itt kilógott, az ujját szopogatta, és ezzel egy órát magának itt. Ez volt az, és az ujját szopogatott. Igen, és ezt sokáig nem fogsz tudni. Ez jó, mert ez már korlátozza. A cumit az tényleg ilyen szenvedélyfüggőséget okoz. No, akkor
Lápis lazulis kérdése. Alkohol, az arab eredetű szó az alkohol. A szépség minden szép és élvezetes védelme. Ez gondolom a szó jelentése. Miért nem tiltják a védikus írások ennek az alkoholnak a túlzott fogyasztását, vagy ha tiltják, erről hol olvashatunk? Uh-huh. Jó, köszi. Tiltják. Az alkoholt tiltják, a védikus írások. Mi már úgyis mi el vagyunk ábolva, már amúgy nem vagyunk józanok, csak a karmánk miatt is. Manda sumanda manta jo manda bangyo párit. Ezt gyakran szoktam idézni, hogy Kali-jugában az emberek nagyon zavarodottak. Mire vannak vezetve? Szerencsétlenek is, lusták. Lelkileg lusták. És még ráisznak alkoholt, aztán az már végképp gáz van. Ezért ahhoz, hogy valaki ember maradjon ember, akkor nem fogyaszthat kábítószer, mámorítószer, alkoholt. Főleg ahhoz, hogy lelki élményeket tapasztaljon, ez csak józanon lehet igazi élményeket szerezni, és nem jó. És megint védikus írások mondják, oké, nem szabad, de hogyha valaki nem tudja, akkor legalább korlátozom magát. Kezdjük ezzel. De hogyha valaki elolvas akár Bhagavad Gita-t, ott többször fogsz találkozni ezzel, hogy alkohol nem jó. Jó, köszönöm szépen. Erről már beszéltem ott a YouTube-on. Igen, te nem láttam. Én úgy emlékszem, hogy nemrég beszéltem, hogy alkoholnak a testre is milyen hatása. Keresd meg, itt szerintem egy-két hónap régi videó, így mai naptól egy-két hónap visszafele a YouTube csatornán. Nézd meg, és ott a test, ott már nem a lelki dolgokról beszélnek, már a testnek mi történik. Oké, jó, következő. A következő kérdés, ha jól látom, nincsen, úgyhogy megint egy néhány közérdekű információra hívnám fel a figyelmet. Uh-huh. Hogy aki még nem tette, 20-a a határidő, már csak szó szerint 1-2 nap van hátra, hogyha nem rendelkezett még valaki az adó 1%-áról, ez ugye külön erőfeszítés szinte nem igényel, akkor még megteheti, ugye 2x1%-ról lehet rendelkezni, az egyházi és a civil szervezeteknek adható, itt alul olvasható a technikai szám és az adószám. Ez nagyon-nagyon fontos, egy apróság részünkről, de hatalmas segítség. Jó, ez az egyik. A másik ugye, hogyha valaki értékeli ezt a tevékenységet, amit Bhakti Pád Goszvámi csinál, tetszik neki ez a misszió, akkor ezt lehet támogatni, ezzel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy másokhoz is eljusson ez a tanítás, hogyha valaki ezt hasznosnak találja. Van ez a bhagavatam.goszvami@gmail.com e-mail cím, ezen kapcsolatban lehet velünk lépni, de hogyha valaki az egyszerűbb utat választja, akkor a YouTube-on is lehet a kommentek között a szupercseten, vagy pedig, ahogy az oldalt megkeresi valaki, ott a csatlakozásra kattint. Csatornán. Csatorna csatlakozás megnyomásával, 1-2 gomnyomással már van rá lehetőség, és hogyha valaki minőségi kikapcsolódást szeretne, lelki értékekkel, ugyanakkor nagyon szép helyen, akkor a horvátországi kincskereső vegatábor tudjuk javasolni. Ez június 16-tól 23-áig lesz majd Bhakti Pád Goszvámival természetesen. Ezek voltak a közérdek. Igen, és akkor mi leírásban, ugye? Itt a leírásban. Ja, tényleg ott a link, amin egy kicsit bővebb. Ott a táborhoz van link, uh-huh. Ahol lehet bővebb. Jelentkezni. Bővebb információkat nyerni. Igen. És még egy kérdés. Jó.
hogy látom ezt a szép füzérjét. Ez új. Lehet erről esetleg hallani valamit, tudni valamit? Ja, igen, lehetett, hogy volt nekem más, kicsit rövidebb is. Az van, nem hogy volt. Van, igen, ez ilyen nagy hosszú. Most kaptam ajándékba, akkor voltam hétvégén Krisna völgyben. Ez úgy hívják, hogy pavitra. Szó pavitra azt jelenti, hogy ami tiszta. Mit jelent, hogy tiszta? Lelki energiával rendelkezik, lelki tiszta. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, minden, ami kapcsolatban létre lép ezzel a pavitrával, tiszta dologgal, az megtisztul. És hogyan lesz tiszta? Hát hogyha, ugye már a Bhagavad Gita-ból is lehet olvasni, hogyha néhány tiszta dolog van a világban. Van tudás. Rajavigyam, Rajaguhyam, Pavitram. Ugye mondja, hogy a lelki tudás, ami Bhagavad Gita-nak a tudása, ez a Rajaguhyam, ez a minden tudásnak a királya, az Pavitram, az tisztja. Tiszti. Például az, aki olvasa vagy hallgatja Bhagavad Gita-t, az megtisztul. Akkor a tiszták a szentek, lelki tanító mesterek, tiszták. Ők velük valaki kapcsolatba társul, megtisztul. Akkor vannak azok a tárgyak, mondja az étel, ami ma beszéltük az ételről, az is tiszta. Aki eszik olyan ételt, megtisztul a karmát. És vannak olyan tárgyak, ami mondjuk üstölő, amit Istennek volt ajánlva, az tiszta. Aki ezt az illatát érez, az tisztul. A virág. Virágfűzér. És akkor virágfűzér, és van olyan fűzérek, ami ilyen szalagból vannak, ezek nem sorvadnak el. Azok is az Isten az oltáron, Krisna völgyi, Krisna testén volt. És akkor meg volt érintve, akkor ez lelki. Szent. Pavitra, és akkor tisztít. És ahhoz, hogy tudjak jobban válaszolni, tudjak jobban tisztább lenni, nem csak amikor előadást tartok, akkor is legyen rajtam, hogy akkor ez egy kedvező, és ez adja a tisztaságot a tudatnak. És hát persze minél többet lehet hordani, csak és mindig mindenhol nem viszem magammal, de amikor tudok, akkor rajtam van, hogy tisztulj. Köszönjük szépen. Pavitra. Nagyon szép. Időnként lehet látni, legalábbis én láttam ilyet, hogy Krisna hívők még az otthonukba is szoktak kirakni díszt, pavitrát, oltárra. Hogyha valakinek ez tetszik, akkor ilyet mondjuk egy lelki gyakorló, aki így érdeklődik egy kicsit a lelkiség iránt, ez neki ajánlható, hogy ilyen pavitrát szerezzen? Hát, ajánlható, de van-e lehetőség szerezni? Uh-huh. Az hát, például, ha Krisna völgybe látogat. Hogyha ott épp van, uh-huh. Nem mindig van, mert általában gyorsan visznek. De érdemes, minél több szent tárgy van otthonunkban, annál kedvezőbb, annál tisztább képek, ilyen tárgyuk, mint pavitra, vagy oltárról valami más. Persze, ez egy mind kedvező. Vagy itt van a tulasi lánc, az kantimála nyakunkban, ez is fontos és tisztít a karmától. Sőt, nem csak karmától, hanem halálpillanatban megvédi dolgoktól. Szóval ez is rajtunk van. Ez is szent. Ez például sose veszünk le. Ebben alszunk, ebben fürdünk, ebben megyünk. Ha szétszakad vagy szétesik, akkor veszünk gyorsan újat. És utána cserélünk, amikor már megvan az új. Igen. Nagyon szépen köszönöm.
És lehet, hogy már akkor most megállítjuk, hogy jövő héten akkor is lesz majd beszélgetésünk. Jó, jövő héten Miskolcon vagyunk. Így van, úgy, hogy most megint a technika segítségével fogunk. Igen. De meg kell kérdeznem, még lehet, hogy ma rá kérdezem, mi a terv, milyen tervek vannak a programnak. Ha nem is szerdán, de valamelyik nap. Az jó. Lényeg, hogy egyet tartsunk jövő héten. Rendben, oké. Akkor ez még a jövő zenéje, de hogyha valaki nem akar lemaradni, akkor föl lehet iratkozni, és akkor minden ilyenről értesítést fog kapni. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélgető partnerem volt, és nagyon sok jó és hasznos tanítást kaphattunk öntől. Köszönjük szépen, kedves barátaink! Kellemes hetet kívánunk, majd újra találkozunk. Hare Krishna! Szép estét!